Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. november 21-én este 7:30-tól. Kevesebb az illegális hulladék a felszámolásnak köszönhetően. Környezetvédelmi szemlét tartottak városunkban. Megmérettettek a megyei borok, bormemutató és jótékonysági borárverés volt a második Pásiskun megyei bormustrán. Retro véradás volt az Ökopontban, sör és virs járt a donoroknak. A Kalocsa Környéki Környezetvédelmi Egyesület elnöksége az idei évben is megtartotta kibővített ülését. A tanácskozás részeként a város több pontján szemlét tartottak, mely során az illegális szemétlerakó helyeket tekintették meg. A Kalocsa Környéki Környezetvédelmi Egyesület elnöksége hosszú évek óta minden ősszel úgynevezett környezetvédelmi szemlét tart városunkban, melynek célja a helyi köztisztaság állásának bemutatása a lakosság részére. Az ismert illegális hulladék lerakó helyeket kerestük föl ismét, megtekintettük. Az idén a város 3 millió forintot költött az illegális hulladék lerakók felszámolására. Látszik is a hulladék lerakókon, találtunk olyat, amelyik nem született újjá, de sajnos mind itt a hátam mögött is látszik, vannak olyanok, amelyikek újra születtek és újra termelődnek. Mindössze pár méterre a figyelmeztető táblától eldobott ruhadarabok, műanyag hulladék, használt pelenka. A szemetelőket a feltüntetett összeg és a kamerával megfigyelt terület jelzésem riasztja vissza az illegális hulladéklerakástól. A városban illegális hulladéklerakók felszámolására közmunkaprogram is indult, ami még jelenleg is tart. És hát úgy néz ki még mindig, hogy szélmalomharc, de nem teljesen, mert találtunk olyan helyeket, ahol nem született újjá az illegális lerakás. A bejárás során a résztvevők a város több pontján is találtak megdöbbentő dolgokat. Olyan részeken is, amelyek mindössze csak pár hónapja lettek teljesen kitakarítva, az illegális szemétlerakó helyek felszámolva. Összességében, hogy a szemét mennyisége csökkent, köszönhető annak, hogy az önkormányzat felszámolta ezeket az illegális lerakókat, de ami sajnos benne az, hogy azért újra termelődik. Hát persze az idén kerültek felszámolásra, nyilvánvaló annyi szemét nincs, mint tavaly ilyenkor, de sajnos van. Egy-két kivételtől eltekintve általában, összességében kevesebb a szemét, azt lehet mondani. A környezetvédelmi bejárásról készített hosszabb összeállításunkat megtekinthetik december 4-i Staféta című műsorunkban. Második alkalommal került megrendezésre a borbemutató és jótékonysági árverés a Básiskun megyei bormustra, Kecskeméten a megyei önkormányzat szervezésében, amelyen a legkiválóbb borászok, pincészetek kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. A térségi borpaletta idén kiegészült vajdasági kiállítókkal, borkóstolókkal. Kiváló borok, szakmai és baráti beszélgetések, szívet melengető jótékonyság, ez jellemezhetné leginkább a második Básiskun megyei bormustrát, melyet idén is Kecskeméten rendeztek meg. Itt megjelentek a térség legkiválóbb borászai, pincészetei, akik lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák legfinomabb boraikat. A rendezvénynek köszönhetően egy újabb lépcsőfokhoz érkezett a megyei borturizmus, az elismeréshez vezető úton. A Bács-Hiskun megyei önkormányzat kiemelten fontos feladatának tekinti, hogy segítse megyénk borturizmusát, hogy ezzel megyei boraink a szőlőterületek nagyságához mérten kellő elismerésben részesüljenek. A rendezvény fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter, házigazdája Rideg László a megyei közgyűlés elnöke volt. A megyei borpaletta idén kiegészült vajdasági kiállítókkal, kóstolókkal is. A borászok 4-4 borral készültek a bemutatóra, illatos fehér, nem illatos fehér, rozé és vörös bor kategóriában, amelyekből az est folyamán a borkedvelő közönség szavazatai alapján megszületett a Básiskun megyei bormustra bora is. A kitüntető címet idén a Csátaljai Nagyhegy Pincézet 2019-es Nero rozéja kapta. Ahogyan a tavalyi évben, úgy idén is jótékonysági célú árverést is tartottak a rendezvényen. Ebben az évben a Kárpátokban megbúvó kicsiny magyar faluban három kúton élő gyermekeknek és családjainak ajánlották fel az árverésen befolyt összeget. Végül összesen 421 000 forintot sikerült összegyűjteni.
A rendszeres véradó alkalmak között mindig van egy, ami visszarepíti az önkénteseket több évtizeddel korábbra. A retro véradáson sörrel és virsivel várták a donorokat. Ilyenkor még az sem okoz fennakadást, ha kicsit várni kell. Szinte ki sem hűlt a szék, már ült is le a másik véradó. A retrovéradás az egyik legnépszerűbb Kalocsán. Ez azért érdekes és kiemelkedő talán itt a rohanó hétköznapok sorában, mert szombati alkalomra ütemezzük, mert mi zenei aláfestéssel készülünk, és mert be vagyunk rendezkedve az én kedves segítőimnek köszönhetően arra is, hogy itt tudjanak egy kis időt eltölteni, kényelmesen elfogyasztani ezt a kis uzsonnát és azt a sört a véradás után. A rendszeres véradóknak is néha nehézségbe ütközik, hogy munkaidőben jussanak el a véradásokra. Hétvégén ez könnyebben kivitelezhető. Természetesen van, aki be tudja ütemezni a hétköznapi véradásainkat is, ami igazából délután ma nem nagyon tud belenyúlni maximum egy vagy két óráig. Ezért tényleg nagy az igény arra, hogy szombati alkalmakat amennyire tudunk, negyed évente legalább beütemezünk, és bizony ilyenkor jönnek is azok a véradók, akik ezt nagyon fontosnak tartják, de hétközben nem tudják megvalósítani, ilyenkor viszont örömmel jönnek és megjelennek. Akár az első, akár a 25. alkalommal nyújtja valaki a karját, a motiváció ugyanaz. Igen, a segítség egyből ez jutott eszembe, hogy hát ha szüksége van valakinek a véremre, egy gyógyítás céljából, akkor azt tudják hasznosítani, és én ezt szeretném mindig kihasználni, hogy adhassak vért. December 2-án a Roma Közösségi Házban lesz lehetőség a véradásra 10-től 13 óráig. Ünnepi Szent Misével emlékeztek meg a Főszékes Egyházban Szent Asztrik első kalocsai érsekre. A ceremónia keretein belül most papszentelésre is sor került. Nagy ünnepségnek volt helyszíne a Főszékes Egyház, az érseki Szent Mise keretein belül a hagyományokhoz híven Szent Asztrikról emlékeztek meg, aki a Szent Koronát hozó érsek volt. Földi maradványai a Főszékes Egyház kriptájában vannak. Erekélyt a Főszékes Egyház oltárában Szent István király erekély mellé helyezte el a főpásztor 2016-ban, amikor megnyitott a Főszékes Egyház. Azóta minden esztendőben a liturgikus naptárnak megfelelően november 12-én megünnepeljük az ő emléknapját. 2017-ben maga Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek mutatta be ezt a szentmisét, 18-ban érsek úr mutatta be. A mostani alkalom azért volt különleges, mert a szentmise alatt papszentelése is sor került. A tanulmányait úgy sikerült alakítani, hogy mostanra fejezte be, illetve az egyházjog előírásai szerint, az egyházi törvénykönyv előírásai szerint mostanra lett alkalmas a papszentelésre. Az ő pappá szentelése is megtörtént ebben az ünnepi szentmisében, ő pedig a szolgálatát kerekegyházán fogja folytatni a jövendőben. A papi hivatás több, mint egy szakma vagy egy munkakör, aki elhívást kap a papi pályára, az napi 24 órában vállalja a szolgálatot. Ez egy életmódszerű küldetés, itt nem lehet 8 órás vagy 12 órás munkabeosztásról, vagy heti 40 órás munkahétről beszélni. Életvitelszerűen végzik a szolgálatukat a lelkipásztorok, a legkisebb falvaktól a legnagyobb városig, és mindenki számára kiszámíthatatlan, hogy hova kerül. Aki a Kalocsa Kecskeméti Főegyház megyébe szentelődik pappá, mindösszesen annyit tud, hogy valahol Bács-Kiskun megyében fog szolgálni. Egyházmegyénkben Bábel Balázs érsek az eddigi szolgálata alatt 73 papot szentelt fel, köztük Kalocsait is. Családi programot hirdetett meg az egyik helyi pizzéria, melynek bevételéből 2 televíziót tudott vásárolni a Kalocsai Szentkereszt Kórház gyermekosztályára. A jótékonykodás nem idegen a Vajasparti étterem üzemeltetőitől, hiszen korábban is már többször ajándékoztak a beteg gyerekeknek. Egy igazán izgalmas és vidám családi programot szervezett meg a Vajasparti pizzéria, ahol a tökfaragás mellett forró teával és különböző finomságokkal várták a gyerekeket. A Fantival együtt találtuk ki a programot, később belecsatlakozott a Krista Design is. Nagyon sokan eljöttek meglepetésünkre, szerintem nagyon jól sikerült, és én úgy gondolom, hogy jól érezték magukat. A gyerekek, meg a felnőttek is. Meleg tea volt, pizza volt, a Fantival különböző lufikat hajtogattak, és a Krisztával pedig sütiket csináltak. A rendezvény igen jól sikerült, és annak bevételéből a gyerekosztály 2 tévét is kapott. Megkérdeztük, hogy mire lenne szükségük, és ők a tévét mondták, hogy ők tévét szeretnének. Nagyon örültek neki, hát úgy történt, hogy elmentünk,
és átadtuk a tévét igazából a Fanti, a Tamás, én nem voltam ott sajnos, mert nem tudtam elmenni, de ennyi volt, hogy elmentünk, odaadtuk, nagyon örültek neki, és megköszönték. A pizzéria üzemeltetői már korábban is jótékonykodtak a beteg gyermekek javára. Mi mindig megszoktuk a gyerekosztályt vendégelni, vagy pizzával, vagy valamilyen kis ajándékkal, és nálunk ez már olyan hagyományőrző dolog, szeretjük a gyerekeket nagyon. Tervek szerint jövőre újból lesz tökfaragos rendezvény, melynek bevétele szintén a gyermekosztályt támogatja majd, és az Iti Mikulásra is lehet számítani, aki december 6-án kiszállítja a finom pizzákat a kisbetegeknek. A hétvégén zene is járt a kávé vagy a sütemény mellé a Markó cukrászdában. Madár Helga és Kovács László fazekas mesterek munkáit is megnézhették a betérők. Áttört mintájú dísztárgyak, étkezésnél használt tányérok kaptak helyet a fagylaltosboltban. Az ötletet a valamikori Tornász Galéria adta, amikor is megpróbáltuk azt, hogy valahogy a kultúrát elvisszük olyan helyszínekre, ahol egyébként nem szokásos. És hát nagy volt az érdeklődés abban az időben is erre. És aztán én 35 éve ide járok ebbe a cukrászdába, és Matyival beszélgettünk erről, hogy mi lenne, hogyha itt is kicsit földobnánk hangulatot azzal, hogy csinálunk egy kis kiállítást, és muzsika kicsit úgy visszalopni a régi presszó hangulatokat. A legújabb kerámiákat mutatta meg most a két fazekas mester. Most egy újabb technikával is dolgozunk, a technológiánkat megpróbáljuk egy kicsit fejleszteni, és magasabb hőfokon égetjük a kerámiákat, egy részét, nyilván a díszkerámiákat, azokat az átőtt kerámiákra gondolok itt, azokat még a hagyományos hőmérsékleten. Próbálunk állandóan mindig mi is megújulni a műhelyben. Minden nap 2-2 órán keresztül volt kellemes muzsika a cukrászdában. A legtöbben szombaton délután ragadtak ott hosszabb-rövidebb időre. Tulajdonképpen ez egy nagyon pici kis szösszenet volt, úgyhogy helybéli emberek, akik egyébként általában járnak ide a cukrászdába, és hát akik a Facebookon esetleg értesültek róla, tehát vidékről nem láttam embereket, de ez is egy nagyon kellemes este vagy hangulat, vagy délután volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híreinkkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Adásainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon a kalocsatv.hu-n. További szép estét kívánok Önöknek és jó tévénézést, viszontlátásra!